Nagyon árulkodó az, hogy a gyerekek hogyan kommunikálnak egymással. Tehát normál esetben egy, például a szünetek kérdése. Egy normál esetben egy ilyen klasszikusabb, hát ilyen centrálisabb, kicsit ilyen stresszesebb iskolai helyzetben a szünet az tényleg arról szól, hogy hogy kirobban a, a lefajtott feszültség. Tehát elképesztő üvöltés, elképesztő energiák szabadulnak fel a szünetben, és olyan helyeken, ahol viszont a szünet és az óra között nincs ez a nagyon markáns Határvonal. Ami nem jelenti azt, hogy nincs szünet, vagy. Tehát az óra és a szünet között akkor is van egy határpont. De mondjuk jól érezte magát esetleg az órán. Tehát nem az az egyetlen pillanat, hogy jaj, végre kiszabadulhatok és élhetek, akkor egész másképp viselkednek az udvaron vagy a szünetben. De lehetne sorolni még, hogy mivel foglalkoznak. Tehát mindig ugye az ember szokott keresni ilyen, ilyen életképeket. Tehát nagyon-nagyon sok mindenből látszik, hogy, hogy milyen a légkör, és akkor még egyetlen egy verbális információ sem hangzott el.